Az üzleti célú benzinturizmus visszaszorítása és a benzinástop fenntartásának érdekében három intézkedésről számolt be Gulyás Gergely, miniszterelnökséget vezető miniszter a csütörtök esti kormányinfón. A tájékoztatón az is elhangzott, hogy a megnövekedett igény miatt helyenként tapasztalhatók fennakadások, de az olajellátás folyamatos az országban. Farkas Szilárd, Letenye polgármestere híradónknak elmondta, a határmenti település egyetlen benzinkútján egész héten minden napszakban hatalmas a roham. Hétfő óta egyre inkább fokozódik a várakozási idő a letenyei töltőállomáson. Felvételeinket ma délelőtt készítettük a helyszínen. A járművek folyamatosan érkeztek, és egyre hosszabb sor alakult ki a kút mellett. Farkas Szilárd, a város polgármestere elmondta, az autósok pánikszerűen kezdtek el a napokban üzemanyagot vásárolni, ballonokkal és kannákkal érkeztek az állomásra. A benzinkút dolgozói szerint a horvát gépjármű tulajdonosok többnyire munkaidő után az esti órákban jöttek át a határon hozzájuk tankolni. A túlterheltség ellenére gázolajból és benzinből sincs hiány a letenyei töltőállomáson. Én azt gondolom, hogy a szolgáltatásban nem fog előfordulni probléma, tehát ahogy én láttam, hiszen az elmúlt napokban jó magam is vételeztem üzemanyagot a személygépjárművembe, nem tapasztaltam semmiféle fennakadást, azon kívül, hogy nyilván perceket, illetve hát több 10 percet is olykor-olykor várni kell, hogy üzemanyaghoz lehessen jutni a személyautók, személygépjárművek esetében. A kormány első döntése, hogy a 7,5 tonna feletti gépjárművek és kamionok, valamint a 3,5 tonna feletti külföldi rendszámú teherautóknak csak a nagy nyomású kútoszlopoknál engedélyezett tankolni, tehát azokon a létesítményeknél, ahol piaci ára van a gázolajnak. Ezzel az intézkedéssel az üzleti érdekből zajló benzinturizmust visszaszorítjuk úgy, hogy a személygépkocsik és a 7,5 tonna alatti magyar teherautók továbbra is jogosultak literenként 480 forintos áron üzemanyaghoz jutni. Egy fontos kivétel is van, a mezőgazdasági erőgépek független attól, hogy hány tonnát nyomnak, továbbra is a benzinárstopnak megfelelő 480 forintos áron vásárolhatnak üzemanyagot. Gulyás Gergely arról is tájékoztatott, hogy az üzemanyagforgalmazók javaslatára a kormány 20 forinttal csökkenti az üzemanyagok jövedéki adóját. A 4 napos ünnep teljes időszakára, tehát péntek este 10-től, kedd este 10 óráig kamionstoppot rendeltek el.